Sziasztok! Eljött a körtének az időszaka, most már azért nem most, de már mostanában van, ezért ugye, hogy a hideg időszak, és a hideg időszakban mi ilyen kuglóf-szerű dolgokat elég sűrű szoktunk sütni, mert nagyon szeretjük teához, vagy kakaóhoz reggelire, vagy ebéd után, vagy uzsonnára, és nagyon-nagyon finom kuglófok vannak, ez most egy körtés kuglóf, amit megsütöttem, szerintem isteni finom, lehet úgy is csinálni, hogy a végén csak megporcukrozzuk, mi most így készítettük, és én most így készítettem el, de lehet csokoládéval is, akár fehér csokival, vagy étcsokival, vagy akár tejcsokival, ugye a tetejét utána így bevonni, vagy csak így ugye ilyen kis vonalkákat rajzolni rá, mert az is ilyen nagyon gusztusosan tud kinézni. Az még egy plusz édes ízt ad neki, egy ilyen csokis édes ízt, mondjuk ebben már eleve van csokoládé is. Nézzétek meg, hogy ez a nagyon finom körtés kuglóf, ami nálunk így fogyott el, hogyan készült. 3 tojáshoz adunk 10 g vaníliás cukrot, 1 csipet sót, 1 teáskanál rumaromát, és ezt most elkeverjük. Hozzáteszünk 200 g olvasztott vajat, 200 g porcukrot, és ezzel is elkeverjük. Hozzáöntünk 100 ml tejet, és beleteszünk még 400 g lisztet, egy csomag sütőport. És ezt elkeverjük. Miután elkevertük a tésztát, beletesszük egy részét a forma aljába. Előtte a kuglóf formát kivajazzuk és kirisztezzük. Ezután a körte szeleteket ráültetjük a tésztára. Kettő ilyen körte volt, amit megpucoltam, és ennyi maradt belőle. Ezután fogjuk a maradék tésztánkat. Hozzáteszünk 3 csapott tevőkanál cukrot. Egy evőkanál kakaóport. És 25 g csokoládét beletörünk. A csokoládét reszelni is lehet, vagy picire összevágni, de csoki pasztillát is használhatunk. A csokis keveréket rátesszük a tészta tetejére, közben a sütőt 180 fokra előmelegítjük. Ahogy előmelegedett a sütő 180 fokra, 50-55 percig sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, hogy elkészült-e a körtés kuglófunk.
60 perc sütés után elkészült a sütemény. Mindenhova megszórjuk, lehet látni, hogy tiszta, ami azt jelenti, hogy készen van. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy kivegyük, levegyük róla a keretet, és aztán majd tálaljuk, ahogy kihűlt. Ha megfelelően kilisztesztük a sütőformát, akkor nagyon könnyen le is jön róla körbe a széle. És aztán majd egy tányért teszünk a tetejére, és kiborítjuk. Szintén, hogyha megfelelően kivajasztuk, kilisztesztük, akkor csak le fogjuk emelni. És elkészült a körtés süteményünk. Így néz ki a süteményünk, még a tetejére olvaszthatunk csokoládét, ha szeretnénk. Lehet látni benne a körtét, és amit még lehet, az pedig porcukor a tetejére. Nagyon finom. Puha? És a körtés része? Ha abba harapsz bele? Szerintem ez nagyon jó lett. El fog fogyni? Tudtira. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel. Ha van valami nagyon finom muffin receptetek, vagy Google-ok receptetek, akkor várom tőletek kommentben. Ha elkészítitek ezt a süteményt, akkor azt is várom, hogy nektek ízlettek. Tudtok minket Budapesti Família néven követni, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lent látható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!